Eli a jégen. Ha-hó, pokolyó! Ha-hó! Hoppá! Óvatosan! Ez csúszós, tudod? Megmondjátok pokolyónak, mi ez a fagyos, csúszós valami? Jég! Ez a jég! Igen, ez jég! Pato korcsolyázik a jégen. Megpróbálod, pokolyó? Gyönyörű! Ős tehetség vagy! Ez a két korcsolya bajnok ma kitűnő formában van. Lenyűgöző a stílusuk. Egy emelés és... egy rendkívül nehéz helikopterszerű mozdulat Patótól, melyet hibátlan földetérés követ. A két korcsolyázóra jellemző ez a különlegesen kecses stílus. Hűha, tökéletes befejezés! Két profit láthatunk a pályájuk csúcsán. De lássuk, vajon a zsűrinek mi a véleménye a produkcióról. Babapók, 10-est ad neki! 10-es szombi madárkától is. Valentina, 0-1. Ah, 10-es! Remek pontszám két remek korcsolyázónak. És most következzék valaki, akit mindannyian nagyon várunk. Elli a legkecsesebb táncosok egyike. Sportos, nőies, elefántos, győztes kombináció. Már kezd is. Csodálatos, micsoda nagy... Ajaj. Elli, nem esett bajod? Ó, Pokolyó és Pato már ott is vannak, hogy felsegítsék Ellit. Jajaj, de... ó, ha-hó, Polip! Tessék, lesz egy táncpartnerem. Ki lesz az? Egy fűrész? Vajon mire készül? Ez bálna! Tudjátok, a bálnák általában nem szoktak korcsolya versenyeken indulni, ez valami különleges dolog. Fantasztikus ugrás! És most elkapja? Ez látványos lesz. Ó! Csodás! Lássuk, mit szólnak hozzá a bírák! Babapók, 10-est ad! Szundi madárka még keményen dolgozik. Micsoda feszült pillanatok ezek a zsűri számára. Na és te, Valentina? Egy 10-es Valentinától! Most már minden rajtad áll, Szundi madárka. Úgy látszik, döntött. Szundi madárka pontszáma egy kocsit vezető kalapos Margaréta. És újra itt van Eli. Úgy látom, szüksége volna egy kis bátorításra, hogy visszamerészkedjen a jégre. Segítsetek, mondjuk meg neki, hogy próbálja újra. Próbálj meg újra! Menni fog! Na, elindult! Nagyszerű! Káprázatos! Ajaj! Ó, Patót megint palacsintává alapították. De már ismét talpon! Ruganyos egy kacsa! Viszont úgy látom, Eli már nem akar ilyet játszani. Talán jobban menne neki, ha egy ügyes korcsolyázó segítené. Megmondanátok Pokolyónak és Pátónak, ki segíthetne Elinek? Pokolyó és Pátó! Úgy bizony, remek ötlet! Segítsetek neki! Mi ez? Úgy látom, Elinek segítenek a barátai. Nagyszerű! Gyönyörű! Eli, biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb beletanulsz. Ügyes vagy! Éljen, Pokolyó! Éljen, Pato! És Eli... hová tűnt?
Ja, oda nézzetek! Ilyen előadást egy életben csak egyszer lát az ember. Csak az elején kellett neki egy kis segítség. Káprázatos! Micsoda bravúros mutatvánnyal lepett meg minket ez a rózsaszín ormányos hölgy. De lássuk, a bírák mit szólnak hozzá. Tehát... 3 tízes és még 2, a tökéletes pontszám. És a többi versenyző is csupa 10-est kapott, ez az, éljen Eli, és az, hogy segítünk a barátainkon. Pápá, nem sokára találkozunk. Kis felhő. Ha-hó, Pokolyó! Ha-ha! Pokolyónak ma nagyon jó napja lesz. Játszani megy a barátjához, Patóhoz. Mi ez? Azt hiszem, ez egy árnyék. Igen. És úgy látszik, az árnyék téged követ, Pokolyó. Vajon minek az árnyéka lehet? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy minek az árnyéka ez? Igen, ez egy kis felhő. De vajon honnan jött? Itt van Pato. Ő talán tud segíteni. Igen. Hát, ugye így már nem annyira vicces, Pato. Hű, Patónak sem tetszik ez a felhő. Szerintem sír a kis felhő. Felhő sír? Furcsa. Ha nem tudnám, hogy lehetetlen, azt hinném, hogy sír. De tényleg sír. Megbántódott. Vajon most mit csinálsz, Pokolyó? Támadt egy ötleted? Mi az? Felhő. Értem már. Beszélni szeretnél a felhővel. Csodás ötlet, Pokolyó.
de nem biztos, hogy a felhő hal téged. Kiabál! Tű, ez remek ötlet, Pokolyó! Ha együtt kiabáltok mindannyian, a kis felhő biztos meghal titeket. Felhő! Felhő! Sikerült! Szerintem a kis felhő szeret téged, Pokolyó. És szerintem talán... lehetséges ez? Azt hiszem, a kis felhő csak barátkozni szeretett volna. Barát. Pokolyó, felhő, barátok? Barátok. Szerintem a felhő szeretné elvinni a két új barátját egy kis utazásra. Téged is, Pato! Micsoda móka! Itt van Lula! És itt van Eli! Nézd, Eli! Pokolyó és Pato új barátot talált! Hát igen, ahogy mondani szoktam, semmi sem teszi annyira ragyogóvá a napunkat, mint amikor új barátokra lelünk. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Ahó, Eli! Hát ez meg mi? Bicikli? Tű, de klassz! Várj! Hí! Ha, nézzétek a kerekeit! Mi ez? Roller! Egy roller! Méghozzá gyönyörű roller! Láttad ezt? Pato is szeretne gurulni valamin. Gördeszka! Jaj, de menő! Ez csuda jó móka! És most csendes pihenő Szundi madárral. Ó, Pokolyó! Egy busz? Busz! Egy repülő? Egy vonat? Most Pokolyó... Vonat! Pápa! Vonat! Hát, jó ét!
Valentina, vigyázz! Megmondanátok Valentinának, milyen járműve van Ellie-nek? Biciklije! Biciklije van! Úgy bizony, biciklije van. És milyen járműve van Pokolyónak? Rollere! Rollere van! Rollere van, igen. És Pátónak milyen járműve van? Gördeszkája! Gördeszkája van! Gördeszkája van, így van. Valentina is szeretné kipróbálni. Polimonya! 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 És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék, az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, menjetek hátrafelé! Jó móka hátrafelé menni. Hoppá! Polip mondja, guruljatok! Gyerünk, guruljatok a padlón! Polip mondja, ugráljatok! Ez az, ugráljatok fél lábon! Remek! Polip mondja, ennyi volt! Valentina, nem feledkeztél meg valamiről? Sisak! Pontosan! Ajaj, ez a gördeszka túl nagy! A roller is túl nagy. A bicikli meg pláne nagy. Ó, jaj, szegény Valentina. Hozzá képest minden túl nagy. Van egy ötleted? Nézzétek, Pátó elviszi Valentinát gördeszkázni. Ellie pedig biciklizni viszi Valentinát. Most pedig Pokolyó viszi Valentinát a rollerén. Csí, de jó a barátokkal furikázni. Énekeljünk! If you can ride a bicycle, a scooter or a skateboard, then you can go anywhere. Doesn't matter if it's near, doesn't matter if it's far. A scooter or a skateboard, then you can go anywhere. Doesn't matter if it's near, doesn't matter if it's far. Thank you.
Ki mit tud? Á, nézzétek, itt van Valentina. Ahó, Valentina. Hová mész? Á, ahó, mindenki. Ahó. Ahó. Ohohoho, most komolyan, te jó ég, de furcsán viselkedsz. Mi ez a nagy izgalom? Ki mit tud? Ki mit tudott rendeztek? Nagyon izgalmas. Ki lesz az első? Eli, csodálatos. Eli balett karatét mutat be. Ütős! Tapsoljuk meg Elit! Igen! Hurrá, éljen! Most te következel, Szundi madárka. Azt mondod, ezt egyedül csináltad, Szundi madárka? És hogy már alig bírsz magaddal? Akkor nyomás! Hűha! Plusz pontok! Micsoda rendkívüli tehetség! Minden rendben, Valentina? Következő! Igen, igen! Folytassuk a műsort! Bálna! Bálna következik? Igen, de hol van Bálna? Bálna? Ez gyönyörű volt, Bálna. Nagyon szép volt. Tapsoljuk meg Bálnát. Hurrá! Azt hiszem, Pato előad nekünk valamit. Utánozni fog mindenféle dolgokat. Érdekes. Pingpongasztal! Ügyes vagy, Pato. Virágok. Nagyon szépek. Ventillátor? Hű, de hűsítő! Hinta? Elképesztő! Találjuk ki, mi leszel most? Rendben. Mit gondoltok? Mit utánoz Pato? Órát! Patóból óra lett! Pato, most egy óra! Úgy bizony, igazatok van! Óra lett! Még egy utolsó? Rendben. Most jön a legnagyobb attrakció. Tyű, egy autó, ami az úton száguldozik. Zseniális. Tapsoljuk meg Patót. Ez az, igen! Hurrá! Jól van, Pato, ez elképesztő volt. Valentina, te következel. Azt hiszem, Valentina azt szeretné, ha inkább te folytatnád, Pokolyó. Rendben? Rendben. Olvassam fel, Pokolyó. Írtál egy mesét? Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy nagyon pici kis szúnyog. Pici szúnyog. Aki egy hatalmas várban élt. Óriási várban. De nagyon magányos volt abban a hatalmas várban. Zim, de magányos vagyok. Egyszer csak kitalálta, hogy mulatságot rendez. Mulatság! Szólt a barátjának Pablónak, Márkusznak a teherautónak, és Mártának a hegynek. A kis szúnyog motorra ült, hogy megkeresse a barátait, de... Bum! Eldőlt. De semmi baj, volt rajta bukós isak. Vége! Hű-hű, tapsoljuk meg! Valentina? Hová mész? Most te jössz! Elrepül! Ugyan, Valentina, próbáld meg! Nagyszerű leszel! És különben is csak játék az egész. Kérjük meg együtt Valentinát, hogy próbálja meg, jó? Próbálj!
Valentina! Gyerünk! Kíváncsiak vagyunk, mit csinálsz? Igen, mutasd meg, mit tudsz! Viziló! Viziló? Ez jól kezdődik. Ja, komolyan? Valentina azt mondja, hogy a vizilónak nagy a teste és növényeket eszik. Emlős állat Afrikában a Szahara sivatagtól délre él. Érdekes. Ó, és a nap nagy részét a vízben tölti, vízinövényeket eszik, éjszaka a partra is kimászik legelni. Na, ehhez mit szóltok? Hip, hip, hurrá! Gyerekek, tapsoljuk meg Valentinát és a többi tehetséges fellépő. Igen, igen! Jók vagytok! Pápá, nem sokára találkozunk. Viziló! Pokolyó! Esernyő, esernyő. Gyönyörű napos idő van ma ott, ahol Pokolyó barátunk él. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho! Tudod, hogy mi ez? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy mi ez? Esernyő! Esernyő! Úgy bizony, ez egy esernyő, Pokolyó. Esernyő! Nagyon jó! Az esernyő arra való, hogy... Igen, már értem. Pokolyó szeretné egyedül kitalálni. Ez igen, Pokolyó. Jól van, akkor hát... Ma gyönyörűen süt a nap. Bár kicsit, mintha a szél is fújna. Ó, nézd! Hisz ez Lula! Igen, nyitható és csukható. Nagyon jó. Hoppá, Pokolyó. Ajaj. Hát onnan hogyan fogsz lejutni? Ja, már látom. Ahogy már mondtam, gyönyörű napos idő van ma, bár néha fúj a szél. Igen, Pokolyó, nézd csak meg egy kicsit jobban. Szerinted mire jó egy esernyő? Mintha valaki hápogna itt. Igen, Pokolyó, de jó ötlet! Pato! Pato! Mi ez? Pato. Hogy? Az esernyő ugrabugrál? Biztos?
Pato! Nézd csak, Pato, fészek! Semmi baj, Pato, kiketsz mereghetsz. Eli! Ahó, Eli! Eli talán tudja, mire jó egy esernyő. Vajon Eli most hova megy? Ó, Eli, csodálatos! Az esernyő erre is jó. De használható ám valami másra is, és hamarosan. Pokolyó és barátai bőrigáznak, ha csak. Pokolyó, szerinted mi védene meg benneteket attól, hogy csuromvizesek legyetek? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy mi védené meg az eső ellen? Az esernyő! Esernyő! Úgy bizony, Pokolyó. Az esernyő alatt nem ázol el. Éljen, Pokolyó! Hát, mint ahogy már mondtam, gyönyörű, szellős, szeles, felhős, esős, napos idő köszöntött ma Pokolyóra és barátaira. De hála nektek, na meg Pokolyónak, senki sem ázott el. Pápá, nem sokára találkozunk. Dupla galiba. Ahó, Pokolyó. Ahó. Mindjárt kitalálom. Labdázni fogsz. Pátóval. Nem. Jaj, kérlek, Pátó, jó lesz. Úgy látszik, Pátó tényleg nem akar labdázni. Na és neked mihez volna kedved, Pátó? Értem. Miért lekintázni akarsz? Mi lenne, ha előbb labdáznál egy kicsit Pokolyóval, és aztán miért lekintáznál? Ó, szóval te csak miért lekintázni akarsz? Ó, ha-ho, Eli! Játszunk! Úgy látszik, Pokolyó mégiscsak talált magának játszótársat. Ne nézz ilyen komoran, Pátó. Te is játszhatsz velük, hisz tudod. Nem? Akkor csak ülsz itt és szomorkodsz? Egyedül lenni nem jó mulatság. Megmondjátok Pátónak, hogy hány ember kell a mérleghintázáshoz? Kettő! Kettő kell hozzá! Úgy bizony, mérleghintázni csak akkor jó, ha van hozzá egy barátod. Tessék, Pátó, azt mondod, hogy van egy barátod? Egy pont jó barátod? Ki az? De ez csak egy gép. Értem, ezzel a gombbal lehet bekapcsolni. Te jó ég, Pátó! Ez a gép csinált belőled még egyet. Hát úgy látom, tényleg megtaláltad a tökéletes barátodat. Aki pont olyan, mint te. Ajjaj, ti ketten ugyanazzal akartok játszani. Egy újabb, Pátó. Mit fogtok játszani? Na így már mindjárt. Más. Igazad van, ezek a pátók mégsem annyira jó barátok.
talán ő lesz az igazi. Ó, viráglocsolás. Ez a kedvenc időtöltésed. Ez a pató is ugyanannyira szeret virágot locsolni, mint te. Egy vicc! Jaj, de jó! Hát gondolom, ez a pató már ismerte a viccedet, pató. Úgy látszik, ez a pató a másik kedvenc csatornádat akarja nézni. Még egy pató! Ajjaj! A pató másolat lemásolta önmagát. Pató, tényleg segít ez a gép abban, hogy teljesüljenek a kívánságaid? Azt mondod, a többi pató mind önző? Mert csak azt szeretnék játszani, amihez kedvük van? Ajjaj! Lehet, hogy ez a gép mégsem volt olyan jó ötlet. Pokolyó, Eli, Pato okozott egy kis galibát. Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy merre nézzenek, hogy lássák, mi a baj? Forduljatok meg! A hátatok mögött! Mindent elárasztottak a pátók, és nem lehet megállítani őket. Mit csináljunk? Gondolkozzunk. Támadt egy ötleted? Na, gyorsan, kérlek, gyorsan! Siessünk, a gép! Hát persze! Ajaj, szerintetek nyomja meg Pokolyó a gombot? Állítsa le a gépet? Igen! Nyomd meg a gombot! Micsoda megkönnyebbülés! Játszunk! Nagyszerű! Éljenek a barátok, és éljen, hogy nem vagyunk egyformák! Mi ez? Ajaj! Pápa, nem sokára találkozunk! Pokolyó! A nagy tüsszentés. Nézzétek! Pokolyó, Pátó és Eli tornyot épít. Egymás után teszik fel az építő kockákat. Ahó, sziasztok! Ha-ha! Új, félek, hogy mindjárt összedől. Bocsánat. Ügyes vagy, Pokolyó. Most Pátó jön. Pokolyó már volt. Pátó is volt. Úgyhogy most ki következik? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, hogy most ki következik? Eli következik! Tűha! Hát ez jókora tüsszentés volt. Úgy bizony.
próbáljuk meg újra felépíteni a tornyot. Ügyes vagy, Pato. Most Eli jön. Eli? Ajjaj, félek, hogy megint elfújja. A mindenit. Igen, próbáljuk csak meg újra. Nagyszerű. És most Pato? Vajon hol lehet, Pato? Nem látod, Pokolyó? Pato! Megtaláltad. Ügyes vagy. Újra megpróbáljuk, igaz? Gyerünk, Pato! Pato. Ajjaj, szegény Pato. Nem esett baja? Ugyan, Pato, ne hápogj már itt össze-vissza. De Pato, Eli nem szándékosan tüsszent. Az emberek és az elefántok nem tehetnek arról, ha tüsszentenek. Megesik az ilyesmi. Szerintem Pokolyó segíteni akar. Nagyon kedves tőled, Pokolyó. Félek, hogy Eli most nem érzi jól magát. Lehet, hogy játszani sincs kedve. Várjunk csak, gondolkozzunk. Hol a helye annak, aki nem érzi jól magát? Meg tudjátok mondani Pokolyónak, mit csináljon Eli, hogy jobban legyen? Bújjon ágyba! Igen, Elinek ágyba kell bújnia. Aki megfázott, annak pihennie kell, hogy gyorsan meggyógyuljon. Úgy né. Eli biztos jobban fogja érezni magát, ha szúnyókál egy kicsit. Igen. És most felépíthetitek a tornyot anélkül, hogy ledöntené a tüsszentés. Ajaj, félek, hogy Pato elkapta a náthát Elitől. Vigyázzat! Hát akkor most, pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! A varázslatos locsolókanna. Micsoda hőség van ma Pokolyó világában. Nézzétek csak, ott van Eli. Próbál hűsölni. Ahó, Eli! Te sem láttad még ma Pokolyót, igaz, Eli? Ez furcsa. Általában szereti ezt a nagy forróságot. Tudom már,
biztos Patóval van. Szia, Eli! És ott van Pato. Úgy látom, ő is hűsöl. Pato, nem láttad véletlenül Pokolyót? Bocsánat, Pato, de ez nem volt, vagy... elnézést, Pato, de még most sem értem pontosan, hogy mit akarsz mondani. Jól van, hát akkor tovább keresem. Elnézést a zavarásért, Pato. Vajon hol lehet Pokolyó? Na végre megvagy! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Lula! Ha-ha! Nézzétek, Pokolyó zenélő virága! Virág! Zene! Pokolyó nagyon szereti a zenélő virágát. Tudtátok, hogy... Szóval szerintem a világon egyedül csak Pokolyónak van zenélő virága. Úgy látszik üres Pokolyó. Még zene? Igen, jó lenne hallgatni még egy kis zenét. De Pokolyó, hogy tudna zenélni a virágot, hogyha üres a locsolókannád? Tud valaki segíteni Pokolyónak? Hozz még vizet! Még vizet! Úgy látszik, a vízcsap is elapadt ebben a nagy forróságban. De legalább a kannát megtöltötted, hogy meglocsolhasd a virágodat. Virág. Szegény Pato, biztos szörnyen szomjas. Ó, Pokolyó, ez nagyon kedves tőled. Adtál egy kis vizet Pátónak. Virág. Vajon mire készül? Értem már. Eli ebben a nagy hőségben egy finom hűsítő fürdőre vágyik. Remek ötlet! Az elefántok mindennél jobban szeretik a finom hűsítő fürdőt. Ajjaj, nem maradt víz. Lőttek Eli fürdőjének, pedig annyira készült rá. Pokolyó, ez aztán a jó cselekedet. Eli már is sokkal jobban érzi magát. De most nem kellene a... Virág. Ajjaj. Úgy látszik, Pokolyó az összes vizet elhasználta arra, hogy segítsen a barátain. De most a virágnak nem maradt víz. Ne félj, Pokolyó. Szerintem valaki segíteni fog rajtad. Azt hiszem, az a valaki már el is indult. Megmondanátok Pokolyónak, hogy ki jön? Eli és Pato! Hát ez nagyszerű. De szerintem a virágnak több kellene.
virágok. Zene. Csíha! Hát ehhez mit szóltok? Úgy látszik, olyankor, amikor a barátok segítenek egymáson, varázslatos dolgok történnek. Éljen pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Gyerünk pokolyó! Vigyázz, kész, rajt! Ha-hó pokolyó! Ha-hó! Ha-hó Eli és Pátó! Mi folyik itt? Verseny! Értem, szóval versenyeztek. De jó! Figyelem, gyerekek! Vigyázz! Kész! Rajt! És Eli halad az első helyen. Őt követi Pokolyó a másodikon, és a harmadik helyezett Pátó! Várjunk! Pátó az első! Szegény Eli és Pokolyó! Szörfölj a neten Elivel! Ha-hó, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Gyors! Gyors! Eli most gyors dolgokat keres. Gyors! Gyors! Igen, ez gyors! Nagyon gyors! Még! Lassú! Pokolyó most valami lassút szeretne látni. Lassú! Ez lassú. Nagyon lassú. Köszönöm, Eli! Igen, köszönjük, Eli. Ügyes vagy! Igen, Pátó, még mindig te vagy az első helyen. Jaj, nem. A második vagy. Eli az első. Ki? Ott megy Pokolyó. Megmondanátok, ki van az első helyen? Eli! Eli az első! Úgy bizony. És ki a második? Pátó! A második Pátó! Tényleg? És ki a harmadik? Pokolyó a harmadik! Pokolyó! Ez nem szép tőled. Állatos összekötősdi. Ha-hó Pokolyó. Értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Malac! Ez egy malac! Úgy bizony, ez egy malac. Juhu! Ügyesek vagytok! Úgy látszik, Pokolyó még mindig az első helyen halad. És itt jön Eli és Pátó! Ajaj, valami baj van a kocsijukkal.
és pátókocsijával is. Nézzétek, Eli és Pokolyó gyalog versenyeznek tovább. Ez nagyszerű! Mindenki első lett! Micsoda izgalmas verseny! Énekeljünk! Vigyázz! Kész! Rajt! Első! Második! Harmadik! Vigyázz! Kész! Rajt! Gyors! Gyors! Vigyázz, kész, rajt! Első, második, harmadik. Első, második, harmadik. Vigyázz, kész, rajt! Pokoly Olimpia. Köszöntelek titeket a Pokoly Olimpián! Hűá, nézzétek már, bemelegítenek! Pato, Pokolyó és Eli! Na jó, akkor... Hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem a Pokoly Olimpia legelső versenyszámát. Nem is húzom tovább az időt. Ismerkedjünk meg a futókkal. Első a kék ruhás sportoló, Pokolyó! A következő se nyápic, a szavajárása az, hogy... Ő Pato! A verseny színvonalát egy hölgy is emeli! Eli! Bocsánat, Eli! És most a fotók felkészülnek az indulásra. Na jó, akkor mindenki felkészül? Vigyázz! Kész, rajt! Hű, micsoda meglepetés! Ez egy körbe-körbe futó verseny! Nézzétek, hogy rohannak! Azt hiszem, ilyen versenyt még soha nem láttam, ki bírja legtovább! Hajjaj, Eli feladta. Vajon ki fog győzni? Pokolyó, vigyázz! Jaj, de kár! Bravo! Mindannyian nagyszerűen futottatok. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, Pátónak és Elinek, hogy ki nyerte a versenyt? Pátó! Pátó a győztes! Pato, gratulálok! Te nyerted a versenyt! Mi az, Pato? Ja, persze, az érmed. Hát... Tű, micsoda fantasztikus érem! És most mi legyen a következő versenyszám? Kinek van ötlete? Rendrakás verseny. Játék a dobozba, játék a dobozba. Ó, micsoda remek ötlet, Pokolyó.
És a következő versenyszáma? Gyors rendrakás! Pontosan! Felkészülni, vigyázz! Kész! Rajt! Nagyszerű, Eli! Biztos van valami, amiben te vagy a legjobb. Egyébként már tudom is, hogy mi legyen az utolsó versenyszám. Rendezzünk egy... kacagó versenyt! Kacagó? Íme Polip is megérkezett! Szerintetek ki kacag a leghangosabban, a legtovább és a legkacagósabban? Pokolyó! Pokolyó a győztes! Úgy bizony! Pokolyó a győztes! Látod, Pokolyó? Nem kell mindenben a legjobbnak lenned, mert valamiben mindenki jó. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.